Mit mondott? Mit? Itt vannak a rendőrök? Ja. Hát de izé. Két személyes, nem? Mit? Két személyes. Ja. Küldesem? Lehet, hogy a diós kanyarnal levágunk, hogy átmegyünk a Horváthista felé. Nem a lakatos van kint? Na, az akkor azt mondja, őket is megállították. Mindenkit azt mondja, hogy zsinórban, akik jönnek, azt mondja, hogy mind félre van. Mert szívozgassák ott a hülye kérdésekkel. De ezek faszkalapok. Hát persze, hogy azok. Azért nem tegyek. A traktorosokat még megállítani, nem? Akkor azok aztán kiválom. A lényeg az, hogy a lé folyjon befelé. Lakatos, ez biztosan hagytana meg. Hát akkor mentünk. Baszki, jöttem. Biciklizni tiszta sötét volt, és csak nálam volt egy első világítás, és kész. Csak álltak lent. A kocsik? Mhm. Mit mondod, 20 ezer? Ja. Ja, pont ezt mondta. Egy 20 ezeres csekket, ez mondja. Mondom, van világítás. Vagy nem is, akkor nem szólt semmit, de aztán utána mentünk hárman. És akkor aztán abszolút nem volt senkire világítás. Meg jött egy hapsi, aki nem tudom, hogy nem az a régi tápos, az a szemüveges és szürke kis. Izé, a kis buszra, tudod? Az anti. És most nem tudom, hogy az-e, vagy nem az volt. Na minden is nem volt neki világítás, be volt sötétedve. Abszolút sem világítás, nekünk se. És kiabálok neki. Világítás, bazd meg! Az nincs, mi? És visszaordibál, kiordibál, akkor miért neked van, bazd meg? Nem tudom, hogy az-e volt. Csak nagyon hasonlított rá, a kocsi az ugyanaz volt. Most már nem szoktam gyárni biciklizni. Pajra nem tudom, mi ez a hiabuzi szél. Mondjuk az valami bejárás változása. Kurvára fúj. Nem szeretnék ilyen kofé tekerni szántóra? Vagy is letekerni? Vagy oda tekerni, de szembeszélve. Látják, hogy fel egyenesen elment látom. Ja. Kb. Úgy ment el, hogy egy asztalnyival odébb, érted? Nem? Ja. Ott fönt. Nem olyan monoton, hogy egyenesen kell menni. Persze. Mindig egyenesen, hogy ember elfáldozni.
Nem tudom. Nincs most ezen óra. Opa!
kurva jó, baszki. Hát az egész. Ja. Mindjárt kikapcsolom.